Csak halljátok, hogy mi beszélünk, hanem látjátok is ténylegesen az Insider pályát. Beszéltünk róla, imádkoztunk érte, és picit is űztük már egyszer-kétszer, hogy 2-0 is lehet, aztán mégis itt van. Ez egy jó forgatókönyv. 13-8 lett mind a kettő pálya. Mind a kettő csapat nyerte az ellenfél pikjét. És itt landolunk akkor a Decide-en. Ez már az utolsó pálya, nem lesz több. Az, hogy OT lesz-e, vagy rendes játékidő, az kiderül. A késkör a Side-ért megy értelemszerűen, hogy melyik csapat majd kezdeni valószínűleg T oldalon, én azt mondanám. Igen, a Koton nyerte, és ahhoz nyitva fog egy stay. Tehát a T oldalon maradhassanak. Igen, ez eldől, rövid másodperc. Lehet meglepni minket. Láttam már ilyet. Lehet. Hogy van, aki a CT-t jobban kedveli. És egyébként a... rajta a rosszabb igen, oldalt. Igen, vagy. Igen. És ez is történt, hogyha jól na, látom. Tessék. Igen. És bevonzottam. Miért is történt valami minden a papírform alapján? Felkiáltó ST, igen. Hát te ezt mondtad volna, hogy ők nem. És akkor felkiáltó switch, igen. És akkor most ezek szerint akkor a CT oldalú Kotont fogjuk ismét látni. Figyelj, jól mennek nekik egyébként. 5-1-ig, Ancient-ön is, és Mirage is, de 8-kit tudtak egy húzamba védeni, úgyhogy lehet, hogy lesz valami ilyesmi. Akkor pisztolyos kör indul, mert már a szakértőt hallhatjuk. Jaj, akkor. Jó. Mit vársz? Imádom a pisztolyköröket. Hát egy gyors midrást, és Bonkerből bele is néz, egy fejet se tud lelőni, viszont ő kapott párat, és végül a néd el tudta vinni Joker, de ez nem lesz így elég. Conti egyedül ezzel a Molotovval kicsit feltartotta őket. London Heavenből nagyon nehéz lesz megtartani ezt a befutó áradatot, és Ferka végül le tudja lőni. Nem is tudott nagyon belepíkelni ebbe a befele rástolásba, és 2v4, a bomba lekerült közben, egyre kevesebb az idő, Vakuzná pedig két flash és egy smoke, ami azt jelenti, hogy nincsen nála armor, így a testdövése ki, mekkora két fej, nagyon jó erre célzott, és Ferkára is készült, viszont őt már nem tudta lelőni, 1v2, borító hátból lesz lőve, igen, ezt megpróbálhatja, bár az idő elég szűkös most már, Ferka pedig kihúzódik ott a CT környékére, Heavenre próbál majd jönni inkább a tört fal környékre, és oldalba tudja lőni a diffuzoló Tigenét, és megvan az első körre a Spy Jonesnek, ami nem volt annyira egyszerű végül, mint amennyire kinézett ez. Végül a 12-3 eldőlt, és megvan a 13. köre most már a backpacknak, úgyhogy megvan a 2-1-es ötösítésben az első nyitó mérkőzés, úgymond a nyertese, tehát ők mennek majd tovább a felső ágon, azaz nekik keressük az ellenfelet. Ugye a győztesét ennek a meccsnek, mert a vesztes pedig akkor az In-N-Out-tal fog játszani az alsó ágon. Senki nem esik még ki ezen a napon, ugye, hiszen van alsó ág minden csoportban, tehát egy meccsnél többet mindenki játszik. Azután, hogy mennyit, az egy másik kérdés már. SMG-s buli lesz, ahogy látom közben itt a Spy Agents-nél. Picit én már vesztetnek éreztem ezt a pisztolyköt a kit hiánya miatt, tehát nagyon hoppá. Kellett volna az a dev kit itt a végén. Kiszállt körben, igen, Tasty az a Dezi fejessel. Lesz még egy? Egyelőre nem, az USP alul marad, és jön megint ez a bizonyos rush itt. Utána már itt gyakorlatilag 1-20-ben romban a site-ra. Megint egy Vakusz, nagy hagyjál békén Vakusz, mit csinálsz? Még egy kill. Hú, majdnem itt egy pillanatra azt hittem, hogy elhittem, hogy a Koton védelme tovább tart, tovább él. Joker viszont már lefüleli az érkezőket, és végül néz meg, megbosszulja itt a csapattársa halálát. 2-0. Pillanatra ezett a létsz, a Dezi az húzós volt egy pillanatra. Illetve nagyon sok fegyvert veszített így most a Spy Agents egyébként. Bár Ferkánál volt bőven pénz, így tudott dobni egy alkát, illetve magának is tudott egyet venni. És Joker egy alkát ledobott a földre, igen, végül megtalálta az a gazdáját. Két Mag 10, 3 alká, a Mag 10-ek nagyon szűnséggel, majd próbálnak keresni információt, hogy hol vannak ezek a playerek, hogy igaz ember, ez lehet, hogy egy midrash lesz. Ami jó döntés lehet, itt Teddy egyedül le lesz fejelve, majd végül Bonk tud egyet lőni, de ő is tisztázva lett. És így most nagyon ugyanaz gyors. A kör van, mint pisztolykörben, nagyon-nagyon gyorsan futnak le innen kameraszobába. És itt igen, Elszmokon nem tud mit csinálni, nem tud segíteni társának, ott 4-es száma a Kontinak. És ez megint egy gyors, de elég, nem is tudom, hogy mondhatnám ezt a kört, magabiztos. Kínos is egyben 1-40-nél, mert az ellenfél arcában voltak itt a Spy Agents-es játékosok. Na igen, 2v3, majd lelovozott Bence is még, a gránát elviszi őt. Megint a kitet keresem, nincs egyelőre, nem tudom, a halott játékosoknál valahol van-e. Még egy kill beakad, ráúrik már bombát, igen, kicsit elkapkodta, kifi az A1-es, fene vigye el. Vakuz 1v1-ben így most. Újra tárazás, nem 6 töltény van benne, gyorsan váltott, akkor csak le nem fogyott ki. Ajajaj, azt megvan már a kill, és végül így a körbe kerül ez most. Pillanatra egy misszváltás volt, akkor nem fogyott ki, 6 töltény még maradt a tárva, de nem pögyöttette végig. És Joki túlélte, és ezzel megvan a harmadik kör, a Spy Agents-nek. Amennyire simának tűnt, megint egy pillanatra elhittem, hogy van esélye a Kotonnak a Diffuse-ra is akár, de kit hiánya azért ilyenkor még mindig.
Igen. Hangsúlyt. És ezen a mapon nagyon kell akit, mert annyira hamar be tud kerülni egy csapat, főleg a T-side, ugye a site-ra, hogy az... Meg annyira nincs fedezék. Nagyon nehéz. Igen. Erre gondoltam, hogy ezek a gyors, ezek az iszonyatosan gyors körök, tehát ezzel nem tud jelenleg mit csinálni a Kotan. Tehát hiába van jó védelmük, amit mutattak is ott Ancient-ön, de ezek ellen a gyors, megfontolt körök ellen nem tudnak jelenleg mit csinálni. Ez nyilván erre gondoltam, hogy eléggé T-side tud lenni, ha vannak köreid, és úgy látszik, hogy a Spy Agents-nél van bőven. És egy újabb alapozós kör, viszont ez most nem gyors, ez a hirtelen tempóváltás lehet, hogy meg tudja így kavarni Kotonnak a ZGL-ét. MP9 a füstből. Volt már ilyen rajzfilm is. Kíváncsi ezek, hogy most lesz ebből valami itt. Ketten voltak, egymás mellett váltak középre érkezőket. Nem lesz belőle sem. Most itt a másik oldalt is meglátjuk, hogy ezen a site-on úgyse voltunk még. B site-on tészté az entry ezúttal, hiszen még egy oszlop mögé nem számít, de megvan a trade Bodának simán. Boda ezúttal 2,5 reggel már a negyedik körben. És Conti milyen jóiként ez a hát tényleg, hogy kijelöli, hogy egyedül van, egy fel nagyobb bodik ott ő, és a többiek eltűnnek. De hát ez a Conti versus világ, ez már sokszor volt Mirázson is. Itt sem. Sikerült úgy, ahogyan. Kellett volna talán 4-0, a T oldal megint irgalmatlanul elindult, tehát ez megint egy ilyen fake nélküli sztori. Várom az első Koton kört, Teddynél talán az AWP lehet a megoldás? Lehetséges, bár hogyha midre viszi azt, az nagyon-nagyon nagy baj lehet, hogyha gyorsan mennek oda megint. Oda vinnéd pont arra az egy részre minden a pályának, de neked lesz. Hát ő oda viszi, igen. Én se vinném oda, bár az ember, tehát... Úgyhogy belegondol az ember, akkor hova vinni máshova a VP-t, mint mitre? Tudod, ez ilyen mirázsos, ilyen berőzülő szerintem. Hát egy A-site-ra például oda, ugye a henger mellé talán ugye onnan is lehet letartani, ugye a hosszú út, vagy akár a B-site-on is B-re, lehet vagy ide konnektorban gyorsan lenézni. Igen, elég használható a VP. Igen, de végül úgy látszik, hogy ez a mides téma lesz. És így egyedül ott hagyták midre, ami ez egy jó döntés lehet, hogy később nézve, hogy Rakusz ki van molizva, és tészt így le is tudja fejelni a kifutó játékos. Tigene pedig meglátja ott a vállat. Kiúzol itt szét, erre jön rá egy smoke, és vár arra, hogy hátra konnektorból próbálják rátolni. Fegyveres körben se áll, jó a színájakat, annak egy ember hátra egy előre, de még zsokkerék itt letartanak, a bunk egy jó ütemet kapnál, pont rossz helyre néz, nem látjuk a másik irányt, de bele fog volkolni végül az ellenfelébe. Kettő fős előny most már, és akkor így el is dőlt, hogy akkor indulnak az ászletnél, amikor a VP-vel nem számolnak, és az pont a füstfelc az előtti kill, az pont jó. Lesz bele még egy esetleg? Hajajt eltrapolják, és utána akkor merni. Conti-nak egy kill sakad, de már is meg tudom őket itt állítani, jött van a kódalba az AVP. Viszont akkor ez egy szép szerintem 2-4-ben. Egy olyan pálya, ami talán Inferno, hogy nagyon sokszor be tud mondani azt, hogy szép, nagyon messze van a két szájt egymástól, és tényleg egyszerűen esélytelen, ezt megpróbálni se. Az drága az az AVP set, illetve az A4-es. Ennek ellenére igen, úgy volt, hogy bölöti magát. Oké. Okay. Itt nincs messze a két szájt, hanem inkább nagyon gyorsan be tud menni oda a T. Te is gyorsan tudsz rotálni cserébe, viszont ugye nyilván, hogyha már benn van a T oldal, akkor nagyon nehéz odaérni úgy, hogy nem állítanak meg. Én most kitett néztem, mondom, hogy ez egyébként is ott megint kit, tehát mondom most a messzeséget, hát hogy pénz. Nem is értek volna oda, tehát az, hogy kittel 2-4-ben. És elbukja még a VP-t is. Mész. Nem, végül nem. Jussza, igen. 5-0. Egyre úgy érzem tényleg, hogy Bianék beszkriptelték mind a két meccset, tehát belegondolsz, az előző meccsen is 6-0 volt, nem előző meccsen, hanem a pár meccsen is az Anubis első fél, de ott ugye talán 7-1-nél jött meg az első kör, lehet nálunk is. Egyetértek, hogy itt gyanús amúgy, gyanús. 7-1. Meglátjuk. Igen. Famaszok sokasága megint, nem ez az a kör, amire így fel tudok izgulni, de lehet ebből is persze valami. Hát van ott egy VP ezzel, Teddy, függetlenül. Igen, pont azt is mondani, hogy Teddy azért erős lehet, a kimentett AWP-vel azért lehet benne szépen valami varázs. Most máshol van a VP-vel is, csak most próbál vízből ott partizni, de kettő füst már az orrában. Esélye sincs, hogy a VP-vel találhatod szerezni. Boda, lehet, hogy itt át fogja tolni ezt a smoke-ot. Bonk, meglátta az első player-t. De ez szép nem volt. Bolyított viszont szép volt, így bele volkolt és nem állt meg, hanem túlment a célkereszt, és dupla ráadás. Na Boda, megint talán egy jobb pályája. Lehet, hogy komfortosabban érzi magát ezzel, mint ahogy Mirázson is annó. Hiszen megnézed, aki egy kirje van. Conti
pillanatig elbújt itt, de Boda elől ő is tud elmenekülni. 3 kill már Bodánál ebben a körben. Akár ész is lett egyébként, hogyha véletlenül itt jönnének a CT játékosok. Már pedig nézd ki, hogy jönnek közelebb, de hát a VP, igen. Az letartotta. Kettő, még nincsen vége a körnek. Kitett, nem tudom, azóta vettek-e már a CT-k, vagy látom egy ilyen Renem itt a HUD-ot, tehát továbbra is az idő, amire feljönem itt a figyelmet. Van Moló, mindenki kell molózni, kell tisztázni. Akkor van a kill, viszont mindenketten egyszerre jaj, ugranak le, és nem volt egyszerűen senki fegyveren. Dobálja a gránátjai befele Bence, nem tudja, hogy van-e kit, vagy nincs kit. Eljárom, hogy nincs. Ott van a földön, felszette, most már van, felszette a földről. Igen, ez így meg lesz. Ponthatja megint a pesgőt a Cotton szurkoló tábor, erre bizony ott van az első CT kör, és talán még időben. Az a 7-1 az már kritikus lett volna, azt mondanám, hogy ott már talán kicsit késő. 5-1-nél még talán pont még időben, vagy egy comebackre. 3-4 kör már elé tud szerintem lenni akár ezen a pályán egyébként, talán ez 8-4 ez egy abszolút, abszolút jó félő tud lenni. Úgyhogy még tényleg pont időben. Abszolút elég az a 3-4-en, és ezt akartam mondani, hogy ha az megvan CT oldalon, és ennyire jól tudsz te is játszani, majd T oldalon, akkor az bőven elég. Bár nyilván ez kell a pisztoly körben, hogyha az nincs meg, akkor nagy bajba vagy. Legalábbis kevesebb az esélyed ahhoz, hogy hibázz. Itt jön egy team flash, kisebb, már bonk elfordult tőle. És most instant rotálnak arra az információra, hogy volt egy flash a mainbe. Miközben a játékosoknak a nagy része T oldalon, de konnektor környékére fognak felállni, illetve main elé majd. Vakózva dupla nédet hamar kikerültem, hallotta, hogy pattognak. Közben Bence duplázni tud smoke-on keresztül, na valahogyan jó. Ott a környékén, és fut tovább, megy befele. Végül ezekre telik. Mindig lemaradunk, tehát ezeket, amit nem is mutattunk, ez nem is valós. Tehát ez az a hát valami hibája, ja, hogy füstön falon át, ez már nem az első ilyen, hogy belegondolsz. Volt már aztán Mirázsen is, ami hasonló VP-vel talán. Vakusz, jó volt egyébként az a flash. Csak a CT játékosnak, tehát hogy nem egy TNT flash volt inkább. Igen, viszont a famasszal, ez a kőoszlop, vagy mi az ott, ami oda van rakva, feltartotta igazából a famasz töltényét, az a gránát jó lehet, viszont nem megy odáig a T játékos. Túl rövid volt így a gránát. VP 1v2-ben nehéz egy fegyver szerintem így használni, de jó, úristen. Az első killre, és el tud menekülni még az oszlop mögött, el tud bújni, hogy felvegye a kalát. 1v1, nem számít rá, hogy hol van, nem tudja, hogy itt van az oszlop túloldalán, és oda lesz végül lőve. Ferkerosa volt info, ugye a gránát nem vitte el, lehet, hogy ezért számított arra, hogy ugye már kiment az oszlop mögül, a totem mögül. Igen, és végül oda jut vissza a Cotton, ahol volt. Megint egy bukott kör, nyerték, bukták talán. Ez egy rossz forgatókönyv, egy esetleges comeback idején. Jön a scout, jönnek megint a gyengébb pisztolyok. És egy taktikai kérés a Spy Agents-től mondjuk hozzátenném, tehát inkább ez egy ilyen blame időkérés. Csak egy gyorsan. Levében főjön a húsleves a Cotton oldalán, körülbelül ennyi. Benzettől nagyon szép volt ez a dupla entry. Habár nem láttuk, de feltételezem, hogy ott valahol a smoke-nek a szélén tudott táncolgatni. És úgy jöttek azok a dupla smoke-on keresztül killek. És megint nincs pénz. 2 Desert Eagle, 3 bocsánat, illetve egy Faison és egy SSG a Cotton oldalán. Míg azért a Spy Agents ugye büszkélkedik bőven pénzzel. Bodyton emlő egy Mach 10, ami nagy valószínűséggel azért van, mert nagyjából számolták a pénzét a Cottonnak, és így tudják, hogy az Echo környékén vannak, és arra bőven elég egy Mach 10-zel támadni. De meglátjuk, hogy mi fog itt kisülni hamarosan. Szokásos mittékes smoke-kat, illetve utility-t ide kidobják, és mindkét csapat itt áll. Újabb lehetőség, újabb kör természetesen ezekkel a gyengébb rövő fegyverekkel is. Conti headshotja Dezivel már, és azt támasztja alá, valaki áttolja a smoke-ot, ez egy nagyon gyenge próbálkozás volt Bodától most. Próbált Bunny happolni ugye a smoke-ban, arra szerint ott valaki közel van a smoke-hoz, de ezúttal Vakusz távolról tartotta le. Szép csel volt inkább, és van egy kala, figyelj. Vakuznál lesz mindjárt még egy. Ezzel így ember kimenni érte, de kár, hogy nem adta be a Dezi headshotot ott most, viszont lebukott ezzel a T-brigát, ketten is mondták magukat. És már visszapik, az egy AVP ellen történik meg. Kalával tartják le ott az ablakot. Sikerül abból csak killt szerezni. Mindenki a site-okon kívül van. Kiérve hamarabb itt most gyakorlatilag az A-site-ra. Úgy látom a take. Megérkezett a kala mondjuk bonktól. Ebből lehet akár egy 2 kill még. Nagyon jó, a VP se tart le. De Tasty mennyire számított rá. Mocskos jól csinálta ezt most Tasty. Megnyehette volna most itt a kört egyébként bonk, így viszont nem. Ezt hallja egyébként, hogy jön valaki. Swag 7 kill. Jó, egy karlövés. Aztán sikerül stabilizálni még.
Lehet ám rossz is ez a shotgun láttad most, te is, hogyha nem sikerült... Megtöbbször. Nem sikerült testen lőnöd. Ez a karlövés, ez a legrosszabb ezzel a fegyvere, vagy láblövés, tehát abban nem hal bele az ellenfél, pedig le is után lobozva itt most, tehát még így se, hogy már alig volt HP-ja. Hú, kicsit ezek a kellemetnek. Ez nukon tud egyébként szörnyű lenni, amikor hátban belelősz és nem mölöd meg az ellenfelet vele. De itt akár volt lehetőség a stabilizálásra és a javításra. De így is, hát az eredmény viszont 7-1-ben mes, ott nem nagyon javul, hanem inkább rosszabbodik. Az nem javul. És ezt a forgatókönyvet már hallottuk, látni nem láttuk, de hallottuk már. Ja, tényleg, 7-1, hát csak betörtént, igen. Volt, igen. És azt hittem elűztük, de nem, bevonzottuk inkább. A szévet VP, az sokat segít a pénzügyi helyzetükön jelenleg. Legalábbis a Cottonnek. Most Teddy neki nem kell megvenni azt a fegyvert, amivel azért elég sokat tud lőni, és jókat is. Viszont kiemelném Vakuszt, aki 12-6-ban van, próbálja életbe tartani a csapatot. Tehát több kije van, mint a bukott oldalon, mint a nyerő félnek, bármelyik játékosának. Úgyhogy ez sokat elmond az ő teljesítménye. Jelenleg ez a négy ki fog jelenleg robbantani Bonkot, viszont nem tudják megölni, és végül Smokon keresztül ki tudja, a Jokert, elég kellemetlen hiba ez így most. Mert hogy itt jön a második köre, majd lassan a Cottonnak. Még mindig lehet 3-4 matematikailag, én azt akartam pont mondani, tehát hogy benne van ez is persze. Minek kell a félidő elején megnyerni ezt a 3-4-ket, hogyha végén is meg lehet nyerni. Abszolút lehetséges, van rá valóság még. Ember hátrában nagyon volt eddig a Spy Agents, kíváncsiak, hogy most mit forgatnak úgymond a fejükben. Ugye Homo most mozog pont át. A 8-as játékos Bodánál van a C4-es, így van szépen közép felé. Az AVP B-site-om. Volt egy kisebb harc itt vízkörnyéken. Bonkék találkoztak. Bodito viszont egyedül a bombával szeretne minden sétálni, ez nem biztos, hogy egy jó ötlet lesz. El is dobta azt a bombát, és most próbálja feltolni. Meg is van az a kill, amire várt, és közben Felka is lő egyet, bocsánat, A-side-on. Mennyire jól csinál ez a Spy Agents, hogy minden egyes pontján a pályának támadnak, de talán most túltolták picit, mert volt hirtelen egy előnyük, amiből megint visszaestek a hátrányba, hiszen 4v3 volt, és nézd meg most itten 2v3. HP alig van már Bodának, illetve Ferkának, 17 másodperc időből is kezden kifutni, de még egy plantra lehet ez elég. Tehát itt a gyújtó, de jókor jön ki bele, ég gyakorlatilag Ferka, viszont ő is kap egy molót, hogy plant tényleg lesz, amit mondtam, hogy mi bomba plant lehet. 11 HP-val már nem tudom elhinni ezt az 1v3 klácsot egyelőre, gyakorlatilag lesz roham vagy Boda. Megpróbálja azért a konti, hogy ki fog rá nézni. Az egyik egy esélye Bodának, hát ott maradni lobozva gyakorlatilag esélye nem lett volna. Nem tényleg, ugye kellett vinni itt a csatát az ellenfél arcába. 2-7. Második kör. Igen, megduplázták körétnek a számát, megint mondhatnánk, ez a matek, ugye Mirázson is igaz volt. Mit látsz? 8-4, 10-2, 9-3. Ezek közül melyik ugrik be hirtelen nálad? Elfogy a pénz T oldalom, ha elfogy, azért ezt tegyük hozzá. Én látok egy Cotton comeback-et most abszolút egyébként ebbe, akár a 7-5-öt is most bemerném. Én nem annyira amúgy, ez nem voltam magabiztos körök. Tehát hogy én nem mondanám azt, hogy igen, ezt azért nyerték, mert annyival jobban játszottak, hanem egyszerűen csak most sokszor megvan minden, megvan a pénz, megvan a fegyver, a kettő kala is van C-t oldalon, ne felejtsük el. Azokkal jól játszottak azért, Teddy, ott van a VP, ami szintén nem jó. Megvan minden esélyük, és volt tulajdon pedig éppen kevesebb a gránát, kevesebb a felszerelés, mint ez egy ilyen timing push lesz most gránátokkal, mind öten néz meg, van, akinek jönni az A-site-ra. Ez nagy baj lesz, nagyon egyedül van. Egy védőjátékos van, igen, amennyire meggyőztem most magamat erre a 7-5-ről, annyira most inkább kitáncolnék, és miért mondtam ki, azt mondom most itt magamba. Molotov még talán jó lehet, bár lesz, de volt, nem, mert gyakorlatilag Molotov előtt van két T-játékos, kiértek, mert bemannak a site-on, hiába ég minden. Nagyon rossz lett most orvos az a kör, rossz lett a taktika itt a Cottontól, ami választva lett. Kalába mondjuk lehet őket még lőni távolról, nincsen smoke, nincsen flash. Igen, viszont busznak már mögé, hát itt van már Taste gyakorlatilag fölötte, mögötte, bocsánat. És ki van zárva, becsukták a kapukat inkább itt a Spy Agents játékosai. A füstökkel, ahogy eltűnnek a füstök, akkor jönni fognak a CT-k, de 3v4, ez már jó a flash egyébként, ami végül nem segít a titek, hanem jaj, elrontja itt picit itt a védelmet, Joker 1v2-ben. Egy flash talán megmenti a Cottont, 1v1 Vakuszdal, van itt ezúttal, viszont jól érzi Joker, és egy óriási 1v3 clutch Jokinak ezzel. A 8. körét szállítja a Spy Agentsnek. Wow. Hát
Hát igen, a skill is azért ott van. Joker Clutch. Joker Clutch. Azért nem semmi. 10-4-ben van, amúgy kiemelném Jokert. És most ott hármat ebben nagyon a körben, ugye? Igen, igen. Nagyon érzi. Iszonyatosan érzi ezt a mapot. Szép volt ez most, Zsokitól, tényleg jó volt. Igen. Az a flash, az nem tudom, kitől jött, igen, azt nem láttam, azt nem a ti játékos dobtad, aztán végül lehet, hogy a CT-t dobták. Nem, ők dobták, a CT-t dobták a smoke-on keresztül. Tökéletes volt ez a timingja, és vakkus pedig már várják ezek a köményt, minden a csetepatét. Hát ez most hosszú alakult számára, minden is robban, és végül konték maradnak alul a pálya közepén. Ferka. Smoke-ot majdnem átliptott megint valaki. Nagyon szereti ezt a kóton, hogy átlépnek egy smoke-ot, így a ritmusból érkeznek meg. De most talán túl gyorsan akartak megérkezni. Túl fürgén. Próbált valaki kerülni B-site-ról, ő is meghalt. Tehát tényleg vége a körnek, én úgy mondom. 2-4. Viszont rossz, lehet, hogy a szévelő Teddy, aki inkább szévelni szeretne szerintem, végül bele fog futni itt az emberebe. Az a kérdés, hogy jó timingot tud-e kinézni. Igen. Igen. Mindenki gránátom. Ú, de jól csinálja. Te Pence végül trédeli, de megállított szépen egy 1v2-nek, ami hozható. Tigeniek, simán. Nézd meg AP-kat. 7 és 45. Valaki plantolni fog itt, talán picit korán kezdtek el most plantolni, és rossz így a timing Tigeniek. De így is a plantolót megöli. Ú, kinézett rá, de csak meg tudja lőni, és most próbálnak mindenket ide jönni, hogy legyen egy ilyen egy-egyes pík. De végül egyesre néznek rá, nincs meg az a dupla pík, amire számítottam én. És Tigene simán megoldja, tényleg nagyon simán, tényleg sokkal bonyolultabb megoldásra számítottam. 3-8, felgyorsítva is, ez egy koton kör volt így, 3-8. Wow. Hát a timing, wow. Tehát azért megint ez 4v2 volt, ugye? Ez 4v2 volt, ez sima Spy Agents körnek kellett volna lennie, és valamiért hárman dobálták a gránátokat, és nem nézett senki a kiáratra ott a site-ról. Már mondjuk kinézne oda, hogy egy valaki megpróbál ennyire kijönni, tehát próbált volna szévelni, talán, amit te is mondtad, Memes. Ez képest pedig gránátok alapozás közben, dobálás közben. Kellemetlen. Igen. Ez nagyon kellemetlen lehetett így Spy Agents részéről, viszont így van esélye 8-4-re, mert azért nem annyira jó a pénz. Az előbb említett csapatnál, ugye a T oldalon. És Bonk dob egy support flash közben, Bodito elhullik smoke-on keresztül. Ez egész jó lehet, és Vakuz ráugrik Tészinek a fejére. És 5v3, ez nagyon 8-4-nek kirajzolódó kör jelenleg. Nagyon jó a nét közben. Joker itt smoke körül szeretne majd valahogyan egy fejet beakasztani. Jó helyen van az a crosshair, viszont ő ezt nem tudja nyilván, most ez a Molotov valamennyire elárult a pozíciót, ki is smoke-olja magát, ne halljon meg a Molotovba. 24 HP-ja van, ez nem túl sok. Viszont ő marad csak itt egyedül. Közben Ferka és Bence szeretnének midre elsétálni. Lehet, hogy egy jó ötlet. Igen, 53 másodperc. Itt nincs olyan miért várakozni, beleesik a halálba Ferka. Mennyire stabil vakóz ezzel a halálval. Ez tényleg izmos volt itt most. 4-8, ez... hát igen, nem lett 5-7, de a 4-8 is egy nagyon szép félidő, még ahhoz képest, hogy ez kinézett. Volt itt 7-1 is, tehát szép comeback itt a félidő végére, ugye utolsó 4 körből 3-at tudott megnyerni a Kotom, és ezzel fordulunk, tehát a második játék részre, egyben a mai nap utolsó félidejére, hiszen ez a Decider pályát jobb oldal most látjuk, az eredményeket is, ami egy pillanatra megtévesztő lehet. Hiszen Mirázson, ja nem, a logók megtévesztek picit, ugye ott van fölött, hogy kiválasztotta, ugye a Koton. Igen, kiválasztotta, igen. Ki nyerte és mennyire nyerte, tehát nem a logók alapján kell olvasni az eredményt, hanem fölötte is kell olvasni, hogy melyik oszlopban mik tartoznak. Értelemszerűen, tehát tök jó volt ott kiírva, egyébként jobb felül, csak kicsit félrevezettek ezek a logók, úgy nézett ki pillanatra, hogy a másik csapat nyert. De nem. Nagyon gyors pisztolyok, viszont nem nincsen idő felkonferálni, és viszont megvan már a B-site-on így vakúz a blokkal, és már le is rohanják Ferkát, sok köszönhetően a háttérben, ő is lebukik. Egyelőre 2-1-es csere, így beront végül a képernyőbe Tészti is, őnek is nagyon jut más íz ebben a körben. 4v2, még egy smogáttolás? Nem. Nagyon jó, Tészti és az íz. Na. Egyértelmű, jó, hogy kihallottad így, és fokúz egy ilyen lekapcsolatlan, nézek, még egy kill neki. Koton pisztolykör, de mi másra is számítottunk, és ez nagyon téhodó pálya, nagyon gyors kör. Egyébként, ha visszagondolsz, a Spy Agents így kezdte a félidőt ilyen gyors körök, és valahogyan a félidő végére meg ellassúzták. Igen, és az volt a baj. A lassú körökből volt mindig a baj, hogyha megnézed. És ez a gyors kör, ez a gyorsan berobbanás, nincs idő arra, hogy bárki is rotáljon, ez a jobb. És amúgy összességében így
nem tudom eldönteni egyenlőre. A Cottontól az a 4 kör CT oldalon nagyon jó. Azt ne felejtsük el, hogyha most a Spy-Agents hozna annyit, akkor az azt jelenti, hogy 12-5 lenne az állás. Tehát, és CT-n nehéz, nehéz az Anubis T ellen játszani. Folyamatos információ kell, tudnod kell, hogy hova robbanhat be bármikor a csapat, vagy hogyha berobbanak, akkor valamilyen szinten feltartani őket legalább addig, ameddig megérkeznek a csapattársaid arra a site-ra. Úgyhogy ez így elég nehéz helyzetben lehet akár a Spy-Agents, viszont ez a tolás itt a Dual Barrettával, illetve a P2000-rel elég jól lett volna, viszont ez nem igazán jó, mert Vakus trippel, mint tudom, hogy Rocker végül lelövi. Teddy és Conti tud itt kompenzálni. És hogyha itt közelebb lettek volna a T oldalon lévő játékosok, akkor biztosan elhúz egyet bodító azzal a Dual Barrettával, de végül nem. Majd is fegyveres kör, érkezik is. Meglepne, hogyha Cotton így lassúzásban vártan át, tehát továbbra is számítok ezek a gyors pushokra, akár rásokra is. A 10-es még meg lesz tartva, tehát abszolút a tempót lehet. Mondjuk valakiként egy szép default smoke-ra még T-kezdőről kivár. Joker, hát hogy egyik víz nem lát semmilyen átfutó játékost ott. Nézd, kap egy molot, nem bír kinézni jelleg itt középen, nincs info egyet, teljesen vakon a Spy, hogy mi történik. Az a grát nagyon lesebb, az DC-s Bence meghalt, az a Mach 10-es valóban beindult akkor ott az A-site irányába. Budom, igen, mert eltékelték itt a vizet, ugye az A-playerek kifutottak innen mainből, viszont úgy látszik, hogy Bence túltolta egy kicsit, és bár most megvan a vízkontroll, viszont a midet teljesen átadták, és így mert bodytop tolja tovább, próbál információt gyűjteni, és zsokkerékkel karöltve, viszont közben tészti, hogyha meghalna on, az kör végzetes is lehetne, és meg is halt, Perka duplázni tud-e? Megvan neki a dupla végül, kicsit megúszott ez a spray, de ez így valószínűleg nem lesz elég. Mert már benn vannak a site-on, és le is tudják lassan rakni a bombát. Hol van a bomba? Pontosan, azt... meg is van. Igen, a mainbe volt eldobva, le is rakják így a bombát. Perka 1v3-ba, valószínűleg itt a szévelés mellett kell, hogy döntsöm. És megvan a 7. köre a Cottonnak. Lassan kezd megint szorosodni a dolog. Egy kör ezt a különbség a fegyvermentés, nem tudom, hát még nagyon messze van. Fél idő is hátra itt a robbanásból, tehát lehet, hogy mennyit megtalálhatják. Nem akar egyre, látom, vadászni itt Tigene, viszont annál inkább megy előre Teddy. Meg fél találni, nagyon jól néz ki körbe addig a T-kezdőn. Tigene tisztázta már a pálya 1000 részét, úgyhogy Teddy csak egy irányba mehet. És addig addig fog itt ugrálni. Nagyon hangos, viszont ezt ne felejtsük el, idő lassan lejár, de nézek, ráugrik végül felkárt, tehát nem lesz szép se. Egy echo-kör fog jönni a Spy Agents-nél, hogy egyenlítését játszik már is a Cotton. Valahogyan csak itt vagyunk, ne kérdezd, hogyan, mert 7-1 volt az állás, de legyünk őszinték, benne volt a pakliban nagyon durván ez a T-oldalú Anubis átka. Abszolút benne volt, ezt ecseteltem itt az elején, hogy azért T-oldalon lehet nagyokat menni, lehet, hogy a Cotton egy kicsit többet várt a CT-jüktől, de azért választották ugye, mint kezdő oldal, vagy lehet úgy voltak vele, hogy essenek túl gyorsan azon a rossz részen, és akkor tudják, hogy mennyit kell nyerni utána még. Minden esetre itt most Joker a Desert Eagle-en próbál majd egy AK-en harcolni, mert ha nem akad be neki az első frag, vagy az első golyóból a frag, akkor ott nagy baj lehet, és végül nem is tud ugye, megsebezni ellenfelét, Bence közben lelövi Bonkot, de itt a B-side control még az övüké. Miközben arra hamarosan be tudnak majd menni. Tészti van itt ezzel a Desert Eagle-el, aki megállítsa őket a kamera környékén, de nagyon későn lő, és akkor rosszul a játékos meg se tudta sebezni. Hát... 8-8 gyakorlatilag könyvelhetjük. Igen, igen, 8-8, és végre egy szoros, még szorosabb meccs, mint az előző, azt mondom. Tészti közben Teddynek a fejét el tudja kapni. Lehet, hogy még se lesz itt még 8-8, várjunk csak egy kicsit, fel tudja venni az M4-et is. Messze van még a playerek, viszont itt most már megérkezik kamerából, illetve Conti is tudott píkelni. És Bence 1v3-ban elég nehéz helyzetben, igazából szévelni is nehéz lesz, bár így azért meg lesz, Vakus nem nézett be ide. És 8-8. Bence menti a fegyverét talán, bár... pont itt igen, meg fogja hallani, igen, nem lesz bele mentés. Belefutott végül igen a célkeresztjébe is, bár úgyis vásárlás, ez tök mindegy. Mondod, szoros mérkőzés, az eredmény valóban szoros, de a körök valahogyan nagyon egyértelműek, tehát nem emlékszem nagyon ilyen szoros körrel, azt mondta Duna, hogy nem tudott, hogy kinyeri meg a kört. Tehát
talán az egyedül ez a 2v4, ahol azt hittük, hogy nagyon sima kör lesz, és akkor végül CT oda nyerte meg. Igen. A gránátokkal... Hát kör arányba gondolom, hogy szoros. Igen, eredmény az. Igen. De mindkét viszont oldal olyan könnyű, oldal... hogy kiscsavajon úgy mentek a T oldal, ami nem volt ellen. Tehát a dupla AWP setup, ez ami hiányzott, tehát most itt van, tessék, itt van Tészti kezében is, Vence kezében is. Nagyon a vissza is elsülhet ez, mégis oké, nagyon jól túrja meg azt a smoke-ot, 27 HP marad az ellenfelének. Vissza is néz, hát ha sikerül befejezni a killt, egyelőre nem. És pályák közepén pedig már kontiék. Várják. Teljesen át van adva. Ja, Bencet visszaszorították azzal a VP-vel, mint minden. Úgyhogy ez így elég nehéz lesz már megtartani. És kell is bodító oda, hogy segítsen neki esetlegesen visszaszerezni ott a kontrollt. Tudom, hogy meg lesz-e, miközben egy Joker konnektornak a környékén. Itt igen, a túloldalon, ugye az előbb találkoztak egymással, kicsit smoke-on keresztül meglevelőzték egymást, miközben bodító lelővi vakuszt minden. Első CT frag talán a második félében, ami ilyen korán történik, tehát hogy előnybe jutottja a csapatot. Előnyszerzést talán inkább kiket van felkonferálni ezt most. Joki még mindig itt van, és igen, nem bír így elmenni a csapattársaihoz, ebből így biztos, hogy kill lesz, de nem Jokinak, hanem Tigenének. Ez az átámadásba akart menni. 3v4. Nem tudtak bejutni egyelőre. Tehát egy jó timingot kap el, pont grátot akar dobni a CT játékos, az egy afterplannak sikerül helyt teremteni. Kijutni kibír-e vajon? Nincsenek smoke-ok, nincsenek grátok, a CT próbálnak áttörni itt most, de nem sikerül egyelőre. Tehát a kill talán túl gyors volt ez 4v3-ból. 3v3, jó a smoke, most a CT-től a nozomot nem adja Vetedinek. Viszont Boda nem tud trédelni, Kont is megjön hátulról már, Bence 1v3-ban, kicsit el van szórakozva, ezt most próbál diffuse-olni, de azt nem fogja beadni. Bence 1v3, egy meg neki kettő kill, és harmadikat nem adja be az AWP-vel. Au, pedig majdnem. Ez közel volt most, ez talán egy olyan kör volt, hogy közel volt az eredménye. Mit fordított vissza a Koton egyébként talán? Hiszen előbb ára akartak beállni, és aztán a B-site lett végül a vége a támadásnak. Ott egy rontott timing, hogy pont, ha az a füst egyébként egy másodperc, korábban egyébként nem tudnak bemenni sem ára Kotonosok. Tehát pont úgy lett az elgondolás, az a smoke, hogy ez kidobja ott, és akkor gyakorlatilag meg is van a kör. Viszont így egy pont gránáta volt, gyakorlatilag engedte magára a C-ket, lett bele egy bombaplant. Az AWP is clutch majdnem összejött Bencinek. De most ez egy 9. kör a Kotonnak. Szóval pénzben mindig van, mi az, hogy csak M4-ekre, és nincs utility. Bon közben lelövi Jokert, és bemegy bodítom mögé vakhoz valahogyan úgy, hogy nem hallotta. Pedig ezt még én is hallottam így streamen keresztül, hogy futnak mögötte. És amúgy az előző bármikor, körben... amikor elkezdjük egy kör, már vége is van. Bármit kezdeni el mondani, persze. Vége. 1.44 gyakorlatilag ez a három headshot, ez bár kész vége, tehát falra fel volt írva, hogy 10-8. Wow. Wow. Ezek a körök azok, nem tudok egyszer mit mondani, mert mit csinálsz egy ilyen kör ellen? Ez nagyon... Hát igen, ez nagyon érdekes volt. Főleg bodítos balítónak alára. Egyébként kiemelném tényleg megint Tedit, hogy az előző körben, amit csinált, az, hogy lelőtte Ferkánt, aki tartott a templomból a befutó játékosokat, és utána lerakta egyből a bombát, ezzel igazából megszerezve azt az előnyt, hogy a CT-nek futnia kell befele, és meg kell próbálni minél hamarabb leszedni a bombát. Szerintem ez amiatt lett megnyerve, mert nagyon szaladt ebbe. Tehát, hogy ugye defuse kitjük se volt, emiatt jöttek ennyire gyorsan. 10-8. Három kör kemény a Kotonnak, és ha gyakorlatilag ezt megnyerik, akkor az Echo lesz, tehát gyakorlatilag két fegyveres kört kell már csak megnyerniük. És taktikai időkérés. Nem véletlen, nagyon fontos kör értem, szerintem megint, nem tudom, lesz-e VP-re pénz? Nem. Se olyan se lesz. Nem. Ha csak Bence nem adja el az M4-ét, vagy valaki, mondjuk Tészti vagy Bence, és abból vesz egy VP-t. Egyenlő Tészti az most már kilőve megvette a teljes utility settet. Hát, hogy Bence kedés gondolkozik ezen. Bár a dupla AWP is nagyon segített, mondjuk az ott a legszorosabb kör eddig. Tehát, hogy igen. Lehet, hogy azért egyet azért rá lehetne áldozni. Vakusz 25-12. Most nézek az eredményjelző, mondjuk 13-8 még mindig lehet, tehát matematikailag. Igen, lehet. És akkor lenne 3-13-8-unk. Érdekes lenne, figyelj, a 13-8-as 3.0-as MSB start. Itt a fő kiemelt mérkőzésen, inkább így mondanám, hiszen ez lett most streamelve. Ez nem jelenti azt, hogy a másik mérkőzés nem lenne valennyire fontos, nem szerintem ott is 2-1 lett az eredmény, és a Szedepály Anubis döntött. Ez a push vakuz valahogyan le tudja lőni Bencét, ahogyan pusholt és megfordult 120 fokba. Megült igen-e, Tészt itt leültette.
nem tudom, hogy tetszik-e, az biztos, hogy 3v2, hogy most ez egy megoldás-e, hogy az ellenfél megakadályozott, hogy lássanak téged, hogy te is lássod őket, ez volt most itt a taktika inkább. Ember hát nem jött igazából ki, jóra nem nagyon mentél vele, most itt mind a kettő playernek van egy ilyen multikill szituáció, hogyha valamelyik duplázik, akkor van egy esély még a kör megnyerésére. De itt egy kill nem elég egyik védőtös se, és nézd meg, MP9-esek, mondjuk most lesz itt egy upgrade. Itt van egy A1-es a földön, legalábbis több is van, tehát lehet szépen trédelni. Viszont Ferpa. Jézus, mekkora fej. Igen, csak most az 1v2, nem hiszem, hogy itt mondjuk Boda, sztárjátékos a Spy Agentsnek, ha lehet így fogalmazni. Igen, bár most annyira nem érzi ezt az Anubiszt, viszont a bomba az lekerül, és ő itt most mögötte van, meglátta a vállát. Igen, viszont ráfészel. Igen. Bőven elég. Lézerre gyakorlatilag bemérte ellenfelét. Jön a következő play, és itt van Teddy. Az oszlop mögött úgy nem számít a közeli sarokra. Egyre megvan az info, hiszen a Molotov így talán pont meglát ezt ne bevonulni oda. Szerintem van egy fix infója, lehet, hogy mégse fix. Annyira moságban biztosan a helye az ellenfelének. Az a gránát, az jól esebzi talán. Igen, és sima Boda frag. Sima Boda 1v2 klács. Van idő fel szedni a bombát, és ennyit a 13-8-ról. Bekóloltuk minek, és akkor nem is lesz ebből. Megvan a 9-kör a Spy Agentsnek. Hát beszéltünk arra, hogy ki a ha nem a legjobb játékos kirő egy 1v2-be egy ilyen szituban. És valahogy nem sikerült megint az a double peak egyébként, mert ilyenkor, hogyha 2v1-be vagy, akkor talán ez kellene, nem, hogy egyszerre néz vagyunk ki az ellenfélre. Hát az biztos, hogy igen, nem kellett volna így peakelgetnie, vagy hogyha peakel, akkor is csak információt gyűjtés lehetett volna itt a cél, bár itt az az, hogy rá is peakelt, úgyhogy ez lehetett a hiba. Bár utána egyébként úgy éreztem, hogy Teddy nem tudja, hogy ő 1v1-be van, még mindenhova nézegetett, csak oda nem onnan jöhetett volna Boda. Aztán végül 10 HP-re lelovozta és Bodittónak a... Sokkal nincs fedezéke. Jézusom, ez hogy történhetett meg? Egyáltalán Bodittó egyet visszalő, kettőt. Felébresztették itt az AO oszlánt, mi néz ki Boda? Lehet a harmadik játékos is, amik ellenfele, harmadik kill-jel. Meg lesz negyedik és nem nyomta tovább a balajogomot, vagy lehet kifőtt a töltény, nem figyeltem már a tárra. De végül vagyon sikerül visszatrédelni egy pillanatban, nézd meg, egy 20-nál járunk, és megint 1v2, heten kiszálltak a körből 20 másodperc alatt. Mi ez a mérkőzés, de annál jobban még így nézzük. 10-10, megyünk tovább, hát már OT-t látok gyakorlatilag magam előtt, mert nincs pénz T oldalon, tehát gyakorlatilag a Spy Agents mindjárt 11. körét fogja megnyerni. Nem tudom, hogy lesz ebbe egy force, vagy egy legalizációs történet, inkább ahogy látom, hogy ilyen félvásárosdi lesz. Mi ez gyakorlatilag Beves volt, de gyakorlatilag heten szállnak ki körülbelül 20 másodperc alatt. Én most itt érzek egy Spy Agents 12-10-et. Amúgy. Tekintve azt, hogy van egy AK Tigenénél, itt meg lesz a 11-10, és nem látom azt, hogy most nagyon megtalálták a lépést. Most, igen, aha. A CT-k. Nagyon megtalálták. Té, viszont elvesztettem, miközben minden tolják befele ott helyet. A lépére, és Jézus! Mit 10 játékos egy helyet? De hogyan történhetett ez? Nem tudom, mi volt ez a 5-7 tripla. De én is vége a körnek, az a jó hírem van. Hát de most már igen. Igen. És 11-10. Hát tészítő, ez hatalmas volt. Ez highlight gyanús. 10-10-nél. Az nagyon kellett. És hát nem tudom. Lehet, hogy most itt igazam lesz. És megint egy taktikai időkérés, és újra a Spy Agentsnél. Tehát ők most már szerintem elhasználták a harmadikat is. Közben szólni, hogy a 12-10-án az irreleváns, mert ugye az előzőkő volt inkább az Echo, mert voltak pisztolyok, meg egy kara. Igen, de... ez egy vásárlós lesz most, tehát hogyha ez se lenne megint, akkor inkább 13-10-et kellett volna mondanod, szerintem. Mert akkor megint nem lesz semmi. Igen, csak utána én pisztolyan meg lehet megint ügyeskedni. Ebből a meccsből azt is kinéznem. Én 12-12 pisztoly miatt, tudod. Tehát fegyverrel itt nem sikerül, mondjuk tegyük fel, ne legyen igazam. Csak mondjuk éjfélig megyünk, figyeljetek, ezzel is fettük, hogy október másodika is lehet még ma, tehát hogy igen, miért nem sok október egy, így igaz. Igen, tehát hogy miért ne léphetnénk az éjfelet is. Kicsit csúszom meg, nem? Mondjuk azt, hogy egy jó 10 percig, kb. Még itt leszünk 17 percig pontosan, azt most én sem érzem, hogy így, akármennyire OT-ba megyünk át, szerencsére azért ez egy Counter-Strike 2 mérkőzés. Tigene kapja azonnal az áldást, 30 HP-ra kerül le. Nagyon gyorsan történnek az események. Ferkai az első kill. Próbált besietni itt Bonk, és ugyanígy próbált sietni Conti is. És lehet ez a sietség, ez most kis pánik a Kotonnál. Eddig a gyors körök bejöttek, de ez megint egy ilyen egyesével mentek be, most nem egyszer egység, mert az előbb nem gyorsan, hanem próbáltak egy
egyénileg megmozdulni és kilt szerezni, Vakkuz is beületi magát. Jó, a Bence legrosszabb timingba elnézett onnan. El is futott. Minél szerintem 5v2. Igen, meglátták a bombát. Esély. Bombájuk is van, amúgy. Ott igen, top mid és a B-main között. Kezdem érteni, miért kerestük ennyi ezt a bombát. Nagyon hasonló színe van, mint a térkép körvonalának, de igen, megvan. Igen, hát igen, van egy kis probléma. Meg ugye az ott maradt játékosok is néha így belerondítanak. Ugye így jó, hogyha a fekete háttér van alatta. Igen, igen. Lehet, hogy szintén összek vagyunk amúgy. Igen, lehet, hogy... Igen, hát nálunk van a baj, nem is a minimappal. De mindegy, a lényeg az, hogy bombájuk van, és ez nagy valószínűséggel 12-10. Legalábbis én nem akarom elsietni a dolgot, de... Te megint hogyan memes? Hát olyan jól állt a Koton, már mondtuk, hogy mindjárt megnyerik a meccset, ezt nézd meg. Ez az. És látod, hogy egy ritmusváltás, ők se jöttek már úgy gyors köröket, előtték az összes olyat, és már fel voltak valamennyire készülve itt bodítóék. Lehet negyedik pályát kérni. Offside save. Hát, szerintem ne. Ez egy másik játék. Ebben a meccsben már lehet nem lenne egy negyedik, én azt mondom. És négy másodperc. Értelemszerűen B3. Igen, szép gyakorlatilag itt a két fiatkék előhoz, most a Koton egy másodperc meg is van. Lesz egy kill Jokernek, hogy ő lesz lelőve. VP-t nem kéne lelőni, és végül ki tudja szévelni, még mielőtt... Mázli, igen, nagyon kevesen múlott ez most. Hát ez tetszett, hogy nem píkelt bele, mert benne lehetett van az is, hogy még ránéz valahogyan, vagy rápíkelt, de itt leginkább bújt. Tudja, hogy is mennyire fontos az a két fegyver. Így még pont fel tudtak mellé forszappolni, ha megnézed, meg van szinte egy full set mondhatni. Hát, olyasmi. A gránátok hiányoznak nagyon, tehát nézd meg, csak szinte 8 darab gránát, ha jól láttam. Azért még a felese a hátizsáknak tele, de... Hát, mert nem is tréfa. Lesz-e OT, vagy tényleg vége a meccs? Na jó! Mekkora dupla, okés. Kiszálltunk ebből a körből is. Nem tudjuk még. Boda itt van, és közel. Teddy lehet meg fog halni itt a VP-ben, viszont eladéz a Bodát. Ugye tudja lövetni. Molotovval pedig onnan Bodytól ki tudja űzni. A nade is jó, és rá is píkel, meg tudja ölni. VP végül most itt alul maradt ebben a közelharcban. De üres közben az outside-be megy a bomba is, megnézed gyakorlatilag szinte egy mozgó lépcsőt. Mászik be ott Koton a site-ra, és beveti pont? Igen, a Spy Jones. Látszik, hogy beveték, igen. 1v2. Halló? Konti. Hogyan túléltek mind a ketten ezt a fészelés, én nem tudom hogyan, 10 HP meg 31 HP, de mag 10 ellen gyakorlatilag két ingyen kill szerintem, de azért Bodytóba menne az a clutch. Boda lehozhatja most a meccset a Spy Agentsnek, van kit nála, fontos lehet smoke-ban akár egy diffuse, mondjuk Conti leváltotta most a fegyverét, mag 10 ágyre, de nem tud már bombára se rá szedni Boda. Jézusom, 12-11, mi volt ez a kör megint? Hát nem mondott komolyan, hogy ilyen nüanszokon múlik egy-két kör. Tigene vadult most meg, az a futásból dupla fejes, kérem lassítva is egyébként ilyenkor, sajnos már nem lehet. Visszanézzük majd a Vodot értelemszerűen, mi történt ott pontosan. És akkor utolsó rendes játékidőből, hát legyen akkor legyen így persze, OT. Tehát harmadik legyen pálya, az MSB 3 pont a nyitó mérkőzése, három pályán dől el, Anubison vagyunk, utolsó kör, és itt dől el akkor, hogy most OT, vagy tényleg megérik kettő a Spy Agents. Főleg, hogyha bemennek, és Tigene le tudja lőni Bodytot. Ugyanúgy az előbb. Igen. Nagyon most megint mennek az outside-ra gyakorlatilag szerintem, hogy lehet, hogy az a moló el is tűnt, akkor már fognak itt Dino 3-on benzinek helyt állni. Jó lett a flash? Nem. Magát akarta megjátszatni, és nem lesz bele semmi. Tiszt is mellé lőtt. Igen, ez utolsó két körben mire kapcsolt rá? Tehát ez mi? Futásba osztja itt az AK-s belépőket gyakorlatilag, AK-s fejeseket. És 5v2. Nem éppen egy olyan OT, hát egy győzelem szagú történet, hanem inkább OT. Jön már hátba is egyébként a flankelő bonk. Kés, esetleg egy szuri? Az még nem volt ma. Figyelj! Azt ellenem. Az lehet. Nem. Váltsunk már rá! Jaj, hol van? Jaj, bó! Jaj, hatos! Megszúrta ott a kés! Ez is összejött! Az még nem volt ma. Az még nem volt és ma. És OT, kés, és ott van a kés egy is. 12-12. 17. Azt a... Nice. Azt a... Minden is megtörténik ma, tehát ez tényleg hiányzott még a mai napból. Már láttam ott a térképen a minimappen, mert hogy közelít az egyik a másikhoz. Igen. Ezt tényleg bevonzottuk most, meg is könnyeztem, és most milyen szép volt. 12-12, hölgyeim és uraim, akkor a script az gyakorlatilag bejött, ott az OT. 7-1-nél mondtuk ezt, hogy lehet OT is egyébként még? Igen. Hát ez jó volt. Előbb nem is kólolhattuk volna, de végül igazunk lett.
ezért jó egy Counter-Strike 2 mérkőzés, beülni nem tud hol a vége. Nem tud megmondani, mikor van vége. Fakusz közöm itt lőtt egyébként. Megyünk tovább, nincs megállás. Azt hittem szolizgattunk, de hát ez a következő kör már üt az OT-ban mindenkinek. Igen-e? Ott folytatja a labba, hagyta az előbb. Volt kettő brutális köre, most lesz a harmadik is. Igen, ott van még egy entry neki, Boda is halott, Joker is. Ki tépi a mérkőzést jelenleg itt a végét, legalábbis a Spy Agentben úgy érzem most a Koton. Tehát már szájában benne volt a hamburger itt most a Spy Agentsnek, és már nincs. Tehát én nem tudom, mi történt a Kotonnal, mondtuk, hogy már felkonferált, itt megnyerték a meccset, és utána jött hirtelen a semmiből pár Spy Agents kör, és tessék. Én azt mondanám, hogyha a Koton ezt meg akarja nyerni, ezt a meccset, itt és most ebben a hosszabbításban, akkor mind a három T-kört el kell hozniuk, ami a hosszabbításban van, és valahogyan kiszenvedni egy darab CT-kört. Tehát ez nekik nagyon kell, mert CT-n nagyon rosszul ment arra, te is emlékszel. Bencének pedig már nagyon úszik a keze, az aimja olyan, mintha nem is akarná őket eltalálni, mert nyilván szerette volna, de nem ment a legjobban ez neki, inkább a falat találta folyamatosan, illetve a vízben a halacskákat. Tényes való. Hát ez egy fárasztó ennyit játszani. Az ember egyébként nem tudja, vagy nem gondol bele, de amúgy így a BO3-nak a végére, főleg úgy, hogyha ez egy overtime, és ez egy sokszor nyerésre álltál, aztán bukásra, azért ott az indulatok, meg minden így kijön rajta, és egyre fáradtabb, vagy és egyre rosszabb döntéseket hozol. Ferka. Szeretnél leszmókolni Kornit, és sikerült is Bencét, és kiszmókolják. Egyelőre nem tudnak információt szerezni a CT játékosok. Még egy kicsit talán lassabb, mondjuk egy 30-nál járunk még, tehát lassú körülveszek, aztán bármilyen kell megindulhat itt a bulldozer. A fissetát fogják lépni a flashnek közvetlenül, de nem vakod senki. Három gyors CT kill, Ferka az USP-vel, megszerzett a negyedik killt is, és megint Conti barátok nélkül című rovatot hallhatjuk. Volt már párszor ma. Hát akkor ez a 3T kör, ez most el is úszott, amit itt beszéltem. Igen. És igen, lehet, hogy PTSD van már a Spy Agents-nek a hosszabbításoktól. Én emlékszek arra az Ancient meccsre, amit játszottam velük. Pont a Beton ellen. Nem tudom, te azt kasztoltad el, de az... Igen, ez egy jó meccs volt, igen. Nem az Henry kasztott, hanem a meccs volt. De az belülről nézve, ez egy nagyon... Hát egy nehéz mérkőzés volt. Azt mondanám, hogy... Az nagyon fájt számomra, hogy azt kikaptuk. Na de, 13-13. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy a Spy Agents azt kikapná. De hát ilyenkor szokott megváltozni a dolog, és akkor most kettőt még betámad a Koton, vagy egyet pontosabban T oldalon, nem tudhatjuk, mi fog itt történni. Zárom, utolsó kör az első fél időben itt a hosszabbításnak. Mondtam, hogy utolsó fél időt, hát én is lehet, hogy rossz gyógyszert szedtem be. Még a hosszabbításra persze lehetnek fél idők. És akár még évfélig is itt ültünk, ez is a valóság alapja lehet. No, hát a füst át lesz éppen mindjárt tolva, ott a kettes játékostól. Tehát igen-e? Igen, az entry fregger egy akadalkotón, aki már kimerem ezt így jelenteni. Tudom, ez fél idő végén művelt itt pár körrel ezelőtt, hihetetlen volt, és most is ő lehet az akár a kulcs szerep. Jézusom. Na jó, most told el, mik ezek a píkek, mik ezek a headshotok, hát lézer gyakorlatilag, az AK-ra fel van szerelve. Vakuz a másik őrült, ő a másik őrült, aki ugye a headshotokat, három headshot. Lemaradunk róla, de kit érdekel, mutatnátok, már kiléptem volna ebből a szobából is, gyakorlatilag az lenne a durva Ferka 1v4-ben. És igen, még egy fej. Hát két kör lett a háromból, viszont ez most kettőt kell bevédeni CT oldalon, hogy ezt meg tudják nyerni, és le tudják zárni, vagy csak egyet, hogy esetlegesen OT-ra menjünk. Még egy OT? Én azt mondom, hogy legyen tripla OT. Most lesz egy dupla, és azután még egy legyen. És ott dőljön. Mi volt ez, mert az előbb megint kontaktál? Én még tudom, sok hatás alatt vagyok, tehát nagyon gyorsan túllapoztál, és ignorálod a sztorit, próbálod, de én sok hatás vagyok. Nem akarok leragadni, hogy igen, mit lőtt ott abban a pozícióban. De megint. Utána mi történt a többiekkel is, tehát nem láttuk. Nem láttuk, csak nem a jobb oldal. Sőne frag. Mondjál csak ennyit, sőne frag. No, hát régen volt már Spy Agents T-oldal, őszinte vagyok, nem is emlékszem rá, ez egy másik mérkőzés volt, nem, hát itt volt értelemszerűen, de
Jó régen, tényleg az első játék részben még. Ez volt egy hatalmas comeback is, ne felejtsük el, hogy 7-1-ről jön itt gyakorlatilag a Koton vissza, és vették át most már a vezetést. Szemünk láttára történik ez meg 14-13. Kettő kör kellene még nekik. Három van még ebből most itt a második fél évennek az első hosszabbítás. Csak vagyunk még egy OT-ra persze. Egy kör a biztos következő OT Koton szemszögből. Nincs a torony egyébként itt téktől. És le is fülelték egyébként közben Bencék Vakuszt. Teddy nem tudom, hogy erről tudott-e valamit, hogy mi készült a fal túloldán. Középen fognak előre menni itt most a Spy Jones játékos. Itt nagyon sok volt az ilyen átámadás a Spy Jones-nek, ha belegondolsz. Conti meg jó pozícióban, meg van neki egy. Digen is nagyon jóba duplázni tud. Jézusom, hogy esett szét ez a kör. Atyavilág. Jó entrie volt a Spy Agents-nek, egy nagyon jó entrie volt, és aztán valahogy ott a füst előtt, ugye Conti pont egy jó timingban még a füst szélén meglátta az első befutó játékos, aztán pedig Tigene közel a smokehoz, tud egy duplát lőni a közésarokból. Mérkőzés pont, ez már tényleg az, az a Koton, aki 0-12-vel kezdte meg ezt a BO3-at emberek, tehát tényleg kört nem nyertek az első fél időben, Mirázson. El is vesztették azt a pályát, és aztán tényleg 0-1-ről megfordíthatják, hogyha ezt a kört megnyerik. De azért még mindig egy T-oldalú pályáról beszélünk, és van azért full setje a Spy Agents-nek. Milyen nyitás, milyen nyitó meccs. Ezt nem felejtsük. Teddy közben próbál infot gyűjteni. Ez már az MSB 3.0, ne felejtse se, tehát azért itt fokozzuk. 3.0, nem, tehát ez a 3-as, az nem, nem véletlenül van ott. BO3. Háromszor annyi izgalom. Háromszor annyi izgalom. Háromszoros fokozat, és lehetne ezt még sokszor azért szinonimával helyettesíteni. No, jó nem szép infószerzést. Tigene az, hogy ki van ott megint kint a világ végén, nem Vakuz az. Ötöse Vakuz, és nagyon jó az a pozíció, viszont kinéz, és ez így egy kicsit talán butus döntés volt, de is lett lőve. Ez egy fix entry, viszont Teddy is bele akar itt most nézni ebbe a harcba, hogy Rocket le tudja lőni. Szép kill, biztos tudott jutni. Igen, igen, 4-4, nagyon jó volt, igen. Újra pozícionálta magát, teljesen jó, most tudják, hogy itt van már. Még bemehet akár ide szépen, és akár így kihet egyébként majd tészti, le van felezve, tehát gyakorlatilag ez tényleg egy ingyen kill is lehet itt, egy ingyen párbaj. Igen, és most próbálna bemolizgatni, pedig ki van molizva, és tészti le tudja lőni, mármint ezt nem tudom, hogy hogy sikerült fél HP-val. Igen, nem is sebezte. Találta, igen. Teljesen mellé lőtt itt, igen, nem tudom, mi történt észre. Emberről, hogy egy pillanatra most a Spy Agents, de volt már ilyen szituáció. 2-2 játékos, ezek teljesen pálya különböző pontján 30 másodperc van hátra, el kell dönteni, melyik szájtra mennek. A CT-k is picit középső játékos, mennyi, de nem tudja, melyik szájtra menjen segíteni. Tehát egy-egy játékos benn van a szájton, a közepén meg ott áll éppen a CT. Tészti próbál bejönni, majd infót gyűjteni, meg van neki mekkora entry Bonkra, és ezzel megvan gyárán, talán a lerakó is most. Lehet rakni a szájtra, így van a C4-est, oda már is tette ezt. És ez a 2v4, ez meg lesz próbálva, hiszen van pénz Dögivel, tehát jöhetnek, és lehet, hogy lehozzák 2v4. Sok esélyük nagyon rosszak a pozíciók. Ezek az esélytelen körök, igen, de láttunk már ilyet, nem a... Igen. Bencénél még van Molotov is, hogyha esetleg minden kötője szakadna, és le kéne molizni csak a bombát. Egyre kevesebb az idő, ketten próbálnak csak tartogatni, hát ha kinéznek. Hát akkor látok én OT-nének. Nem hozza ki. És végül így 15-14, lehet, hogy dupla OT-ra megyünk. Igen, talán az lett volna egyébként itt most a megoldást, igen, neki hozza a kalát, hiszen azt nem tudnak vásárolni egy CT oldalon. Ez egy jó fegyó lehetett, valamiket láttunk tőle, pár fejest az elmúlt pár körben, azért nem tudom, hogy A4-es is működni fog-e. Ki gondolta volna, hogy az OT-t is kimaxoljuk, most kérem szépen, tehát tudtuk, hogy ez lesz egyébként. Igen, most már a 30. körünk egyébként így halkan megjegyzem, mint a régi Counter-Strike-ban gyakorlatilag az utolsó kör, ez is az most, de lehet, hogy csak most lenne OT. Igen. Aj, de jó volt, Cségó. Na mindegy, Vakuz. Vakuz. Ajjaj, itt megint lövöző játékosokat. Jaj, mi történt másodpercek alatt? Talán azzal szembesülünk, hogy Kontinak kell helyrehozni itt a picit már merülőben lévő hajót. Bonk. Bonk egyes shellot konnektorba találkozni fog Tasty-vel hamarosan. Ugyanaz a körnek tűnik, mint amit itt az előbb csinált a Molotov. Viszont bomb most kinéz előbb, és le is tudja lőni, miközben Conti le lesz centrizve közben. 2v3, annyira nem is rossz a helyzet most így a Kotonnak, ahhoz képest olyan kezdődött ez a kör. Igen, tehát durva, hogy timing mi volt egyébként, és okkék fedezték egymást, szerencsé volt itt top miden. Bence meg egy Zeus van a kezében, nem tudom, látod, de arra is van váltva egyébként. Mi Zeus kill is akar itt a meccsen? Tehát volt már kés, akkor legyen Zeus kill is, nem tudom, hogy ez most a helye is ideje. Ez most a helye is ideje, igen, ennek a ilyen fontos körben, gyakorlatilag 3v2-ben, most már halára váltott, úgyhogy akkor nem. Lehet, hogy egy olyan pozíció, hogy pillanat, hogy van az a fegyver. Igen, nem viszont igen, a füst szélén. Figyelj, lett belőle kettő is, és áthúzza rá a célkezet, nem mondtuk el, és most jön be Bence hátulról, Tigene, lepötyögteti őt is. Áj, kifogy az ID-es, de jól fedezik a doboz. Jézus, és ezt nem hiszed el, Tigene, mekkora mérkőzést megy a srác.
Beszéltünk itt Valorant Pro-ról, beszéltünk itt X-Counter-Strike Pro-ról, mi ez a mérkőzés itt a végén tőle. 28 kill-le zárja a Vakuz után egyébként, akinek 34 kill-je van. 30 kör után a Koton végül megnyeri a Decider.